Csapadékvíz elvezetés Németkéren, orvosi szolgálati lakás megépítése Nagydorogon, a polgármesteri hivatal felújítása Gerjenben, ezek a beruházások a Magyar Falu program keretében valósultak meg az elmúlt években. A program idei aktualitásairól Gyopáros Alpár, a Magyar Falu program lebonyolításáért felelős kormánybiztos tartott tájékoztatást a Tolna vármegyei 3-as számú választókerület 34 polgármesterének Dunaföldváron. A rendezvény keretében a kormánybiztos a településvezetők igényeit is felmérte, a javaslatokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően beépítik majd a Magyar Falu programba. Gyakorlatilag nincs olyan pályázati kiírásunk, amelyre ne lenne túl jelentkezés. Tehát gyakorlatilag sosem elegendő az a forrás adott évben, amennyi forrást fel tudnának használni a falvak, így aztán a legnépszerűbb pályázatokat mi évről évre újra hirdetjük, de minden évben volt valamilyen újdonság a Magyar Falu program keretében, amit szintén a kis településen élők fogalmaztak meg. Én arra számítok a mai napon is, hogy akár már az idei évi új pályázatok tekintetében is lesznek jó javaslatok. Süli János, a választókerület országgyűlési képviselője folyamatosan nyomon követte a program alakulását. Úgy látja, a kis települések polgármesterei szívesen veszik igénybe a pályázati lehetőségeket. Óvodától útig, járdáig minden ravatalozó felújítás, tehát minden olyan, ami tulajdonképpen évtizedek elmaradása volt, az láthatóvá vált ezeken a településeken. Önkormányzati épületek, hőszigetelése, erőmű föltelepítése, tehát ezek tulajdonképpen mindenhova, ahol mentünk, mindenhol kint vannak a táblák a Magyar Falu programban, azért szeretnénk, ha folytatódna. Mivel Dunaföldvár lakosság száma több mint 5000 fő, ezért a program pályázataiban nem vesz részt, de a konferenciának Horváth Zsolt polgármester szerint szívesen adtak helyet a várban, hiszen fontos Dunaföldvárnak, hogyan fejlődnek a környező kis települések. Azt az életfeltételt magának meg tudja ott teremteni, ez természetesen vidékfejlesztési programok kellenek. Én nagyon szívesen is azt mondom, hogy igenis, hogy ennek van jövője, mert egy vidéki élet, az mondjuk az, hogy ez teljesen más, mint egy nagyvárosi élet, az még megtartja azt a 20. századi életteret, amelybe mi nőttünk föl annak idején, és én úgy gondolom, hogy ezt nem szabadna a történelmnek a süllyesztő tégelyébe elengedni. A Magyar Falu program több pillérből áll össze, 2018-as indulása óta összesen 1000 milliárd forintot fordítottak a végrehajtására. Az idei évben, beleszámítva a falusi csok forrás tömegét, a pályázati rendszert és az állami útfejlesztést is, megközelítőleg 100 milliárd forint nagyságrendben tudnak forrásokat fordítani a program folytatására.